Hagyományszerűen idén negyedik alkalommal szervezték meg a Tarcalról elszármazottak találkozóját július 28-án Tarcalon. Az ünnepség a Tarcali Napok rendezvény során jött létre. Istentisztelettel kezdődött a találkozó a Tarcali Református Egyházközség templomában. Utána a település elszármazottjai átsétáltak a nemrégiben felújított prefektusházba, ahol Butta László Tarcal község polgármestere köszöntötte a meghívott vendégeket, akiknek részletes táratvezetést tartott az apartmanházban. Az idegenvezetés során régi emlékeket idéztek vissza az egykori iskolaként szolgált épületben. Azonban 3 évvel ezelőtt a Belügyminisztérium gazdasági élénkítő programjának köszönhetően sikerült elnyerni a prefektusház turisztikai beruházását. A polgármester körbevezette a településre visszatérő látogatókat a prefektusházban, ahol megmutatta az épület átalakított belső tereit és minden egyes szobát, amelyek az egykori iskola termei voltak. Butta László kiemelte, hogy igyekeztek megőrizni az épület eredeti állapotához tartozó elemeket, például a kerti kutat, a gerendákat, az ajtófélfákat, valamint a boltívek megőrzésére törekedtek. A szobákat helytakarékos, praktikus bútorokkal rendezték be, amelyek fából készültek, ezért stílusában is megfelelt a prefektusház autentikus hangulatának. A körbejárás után betértek az apartmanház közösségi terébe, ahol felevenítették az egykori iskolájukhoz kötődő gyerekkori élményeket. A nosztalgia beszélgetés után átvonultak a szintén újonnan felújított Könyves Kálmán Művelődési Házba, ahol a község első embere ismét beszédet mondott. Butta László elmondása szerint, amikor 2014-ben megválasztották polgármesternek, már akkor eltökélt szándéka volt, hogy a Tarcalról elszármazottaknak találkozót hozzanak létre. Akkor gondolkodtam erről, hogy hány évente kellene ezt. Ha évente csináljuk ezt az elszármazottak találkozóját, akkor azt mondják, hogy majd elmegyünk jövőre, most ez a bajunk, az a bajunk. Ha 5 évente, hogyha hátul meg is nézzük, azért a korosztály többsége 60-80 év közötti, akik eljönnek, hiszen ők érzik már legjobban szívügyüknek, ők gondolnak vissza a gyermekkorukra a legtöbbet, hogy honnan származtak, hol vannak a gyökereik, tehát ők jönnek el legtöbben. Én úgy gondolom, hogy ezért az 5 év sok lett volna, az arany középutat választottuk ebben is, úgyhogy 3 évente rendezzük meg ezt a Tarcalról elszármazottak találkozóját. Idén immár 4. alkalommal szerveztük meg. Az éven vannak a legtöbben, akik eljöttek. Közel 65-en jöttek el elszármazottak a mai napra, de nem csak a mai napra, hiszen az elszármazottak találkozóját mindig a Tarcali Napokkal tesszük egy időpontba. És a Tarcali Napok, ugye az is újra visszhoztuk a hagyományt, hogy mindig július utolsó hétvégéje, tehát a tegnapi napon is már többen itt voltak az elszármazottak közül, megnézték a Település Szövetség napját is, a felvonulás, nagyon sokan közülük is emlékeket, régi emlékeket hozott fel ez a felvonulás is, és utána a délutáni Tarcali Napok programjába is többen bekapcsolódtak. Sajnos vannak olyanok, akiknek már ugye régebben elhaltak a szülei, nincsenek hozzátartozóik, jó páran van, akik azt mondják, hogy csak ma tudtak eljönni, például az én nővérem is Szombathelyről, de Budapestről, Dunántúlról, Szegedről, az ország minden részéről jöttek elszármazottak, és ugye aki nem tud hol megszállni, azok ma reggel jöttek, hosszabb utat is felvállalták azért, hogy itt legyenek, hogy évek után találkozzanak akár a régi osztálytársakkal, akár a régi barátokkal, a régi szomszédokkal. Délelőtt kezdtünk egy ökumenikus istentisztelettel, ezt is mindig felváltva vannak az istentiszteletek, egyik alkalommal a katolikus templomban, másik alkalommal a református templomban. Ezzel is odafigyelünk, ugye, mert körülbelül 50-50% a református és katolikus a településünkön, hogy véletlenül se sértődjön meg senki. Most a mai nap a református templomban volt egy ökumenikus istentisztelet, és utána most egy pár percbe be fogom mutatni majd az elszármazottaknak, hogy az utóbbi 3 évben, mikor találkozunk ez alatt az idő alatt, milyen fejlesztéseket sikerült a településünkön végrehajtani, hogy képben legyenek azzal, ahonnan elszármaztak, és reméljük egy kicsit büszkék is arra a településre, ahonnan elszármaztak. Utána pedig 2 népdalkör fog énekelni az elszármazottaknak, közös ebéd lesz, aztán utána megkérek mindenkit, hogy ne rohanjanak még haza, az maradjanak egy darabig, hogy tényleg az élményeiket, amik nekik is 3 év alatt történtek velük, hogy meséljék el egymásnak, mert nem tudjuk a jövőt, nem tudjuk, hogy 3 év múlva mennyien fogunk itt lenni, vagy akár mennyivel leszünk majd többen. Ezért fontos számunkra ez a Tarcalról elszármazottak napja. A polgármester beszédében fontos információkat ismertetett az elszármazott vendégekkel, például, hogy 2021. januárjában 2822 főlakosa volt a településnek, viszont 2024. januárjában 2788 főre csökkent. Továbbá tájékoztatást adott a község egészségügyi ellátásáról. Butta László kihangsúlyozta, hogy 2 háziorvosi, 1 fogorvosi praxis működik, és 2 védőnő vigyáz a gyermekek egészségügyi állapotára. A Kikelet napközi otthonos óvoda és bölcsöde 2 bölcsödei és 3 óvodai csoporttal maximális létszámmal végzi munkáját, amely a környék egyik legjobban felszerelt intézménye. Az Idősek Klubja nappali ellátással és házi segítségnyújtással támogatja a gondozottakat. A helyi bankfiókot is sikerült megmenteni a bezárástól, valamint a posta továbbra is nyitva tart. Ezen kívül a kereskedelmi és vendéglátóipari üzleteket is felsorolta. Például megemlítette a vegyesboltokat, a cukrászdát, a csárdát, a 4- és 5-csillagos szállodákat és egyéb szálláshelyeket, a borászatokat és a benzinkutat. Emellett hozzátette, hogy autóműszaki bázis és gumiszerviz segíti a Tarcalon élő és ide látogatók kényelmét. Majd a városvezetője részletesen tájékoztatta a hallgatóságot az eltelt 3 év önkormányzati beruházásairól. Például megvalósult a Tokajkör kerékpáros útvonal Tarcal és Tokaj között 410 méter hosszon, valamint a 3140 méter hosszon mezőgazdasági útként is funkcionáló kerékpárút, amely a Forráskúttól a tokaji közigazgatási határig terjed. Továbbá Tarcal-Tokaj hegyközség területén önkormányzati közterületű dűlőutat fejlesztettek. A vidékfejlesztési programnak köszönhetően a helyi külterületi közutakat szintén korszerűsítették. A belterületi kerékpárút építése is megvalósult helységtáblától helységtábláig 3,1 km hosszon. Emellett a polgármesteri hivatalt is kifestették, új nyílászárókat építettek be, a vízes blokkokat és a konyhát átalakították. Az agóra színpadot kibővítették, illetve tetői cseréppel fedték le, valamint a már említett több mint 250 éves prefektusházat is újjáépítették. A jövőbeli elképzelések alapján a Tarcali Klapka György általános iskola energetikai korszerűsítése fog megvalósulni. Tarcal infrastruktúrális megújulásában a település számos utcáit is helyrehozták, többek között a Bor és a Könyves Kálmán utcát, illetve több mint 60 parkolót építettek. A polgármester a Könyves Kálmán Művelődési Ház rekonstrukcióját szintén megemlítette a vendégeknek, akik örömmel hallgatták a városvezetőjének szavait. Ezen felül arról is említést tett, hogy a település emlékszobrát is sikerült megmenteni Égerházi László fafaralgó szobrászművé segítségével, amelyet a Zempléni Település Szövetség ünnepén avattak fel. Ezt a jelenetet szintén megnézhették az elszármazottak július utolsó hétvégéjén. A beszéd után Butta László személyesen átadta minden megjelent elszármazottnak az emléklapját. Ezt követően a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör műsora következett, akik a Borok hazájához híven jelképes nótákat adtak elő. Bor, 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 de jó a tarcali bor. Bor, 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 de jó a tarcali bor. Hazasszony szívelő. A műsorszám után ebéd várta az elszármazottakat, akik szívesen beszélgettek az eltelt évekről és a közös tarcali emlékekről. A település polgármestere és az egykori község lakói abban bíznak, hogy 3 év múlva újra sikerül megrendezni a Tarcalról elszármazottak találkozóját.